És ahogy már mindannyian tudjátok, Diana riválisa vagyok, és szeretném, ha mindenki rám szavazna, mint a legvagányabb csajra a suliban. Szavazz Blondira! Miért is szavazzunk a legvagányabbra? Én is szeretnék a legvagányabb lenni. Skacok, most komolyan, miért szavazzunk rá? Diana, tedd magad hasznosra, például ingyenes wifi vagy valami. Igen, ingyenes iskolabusz. Diana olyan kedves. Blondi, tudnál ajánlani valamit nekünk is? Vagy ingyen szeretnél legvagányabb lenni? Csajuk, mit mondjak? Blondi, hát ajánlj fel nekik valamit. Gyorsabban, mindenki hallgat rád. És én fizetem az ebédet. Mi? Skacok, ne verjen át titeket ez a hazugság! Nem értem, ez egy pompom lány suli. Vagy válasz meg engem a legvagányabbnak a suliban. Ja, ebben a suliban mindenkinek a legvagányabb akar lenni. A francba, ki kell találnom valamit, hogy engem válasszanak a legvagányabbnak a suliban. Dima, mire kéne gondolnom? Londi, ugyan? Hát srácok, halkak vagyunk! Egyezem, amúgy bemutatom neked a kisállatomat, ő Kuki. Ó, Istenem, ez a Kuki emlékeztet valakire. Igen, Diana kutyájára, Nyuszira. De ez a Blondi nagyon kiakaszt. Igen, Knopa, ha őt válasszák. Senki sem fog elmenni az ingyen ebédjeire. Csajok, hello! Diana, szia! De megy be a kávézóba. Nagy baromság folyik ott. Blondi kifejezetten úgy döntött, hogy átveszi a helyed. Csajok, most komolyan? Nem fog neki sikerülni. Amúgy nézd, hogy ki jött ma velem a suliba. Bunny mondta, hogy szia! Szia, Nyuszi! Oké, csajok, menjünk a kávézóba. Diana, ne lepődj meg! Blondi most kapott egy cuki kutyát, és Süti a neve. Ó, Istenem, még kutyát is hozott a suliba. Aha! Mi támogatjuk az ingyen ebédeket, Blondi a legjobb. Blondi, mondd, hogy köszi. Köszi, srácok, remek választás. Srácok, most komolyan gondoljátok? Őt fogjátok választani valami hamburger miatt? Inkább választhatok engem. Most mindenkinek kiosztjuk a szavazólapokat. Nem fogjátok megbánni, a Blondit választjátok. Mi történik itt? Blondi, gond van. És itt, Diana, az történik, hogy engem választottak a suli legvagányabb csajának. Blondi úgy döntött, hogy mindenkit megveszteget az ingyenes ebédjeivel. Skacok, ez ne tévessze meg titeket. Jaj, nagyon cuki a kutyusod, tényleg. Kostya, ez a pompa lányok asztala. Már indulunk is, megsimogatottam a kutyát. Nem, Kostya, oltás után van. Diana, én a békák ellen vagyok, mit enged meg magának? Diana, szia, jól nézem ki. Dima, egyezem. Patrik, meg szeretném simogatni Nyuszit. Diana, Gigi megsimogathatja a kutyádat. Diana, én is megsimogathatom, vagy megfoghatom a kutyus. Skacok, Bunnyval kapcsolatban ma esélytelen megsimogatni és megdajkálni. Most esett át az oltáson. Ezt kérlek, hozz nekünk egy kakaót. Oké, és hozom. Fenébe Diana a kutyájával jött, és most mindenki elfelejtett téged. Skacok, mindenki simogathatja Kukit, nem bánja? Nem is igazi a kutyád, nem is akarják megsimogatni. És amúgy allergiás vagyok a műgyapotra. Jana, bár mesterséges, de szebb, mint Diana, igazia. Hogy idegesítenek engem ezek a pomponlányok? Hát nem baj, majd kitalálok valamit, és akkor én leszek a suli legvagányabb csaja. Csajok, menjünk innen. Hát skacok, sokan bedőltek Blondi ingyen ebédjének. Állj, kérlek, hozz egy pohár vizecskét Bunnynak. Bunny, ebben a suliban te vagy a legszebb lány. Egyezem. Brovasti, nekem miért nincs még ilyen kutyám? Hogy érted? Röviden, Brovasti, egy ilyen kutyust kérek a szülinapomra. Oké. Skacok, adjatok tanácsot, hogy van az ideális kapcsolatod? Nekem egyáltalán nincs szerencsém a lányokkal. Hát milyen ideál? Nincs ideális kapcsolatom Dianával. Nekem már elegem a Maryből, mostanában nagyon bunkó lett. Nektek legalább vannak barátnői, de nekem még nincs. Nem kellett volna elveszíteni Júliát. Ne emlékezz a Júliára, én végeztem Júliával és elfelejtettem Júliát. Hát hol van olyan lány, aki bejön neked, létezik olyan, bejön valaki? Hát van egy lány, ebbe suliba jár, de ő valahogy gonosz. Mi az? Igen, hogy jöttél rá? Véleményem szerint ő a leggonoszabb a suliban. Ne mondját róla. Te is így beszéltél róla. Hát én bírok, de te nem. Skacok, mit gondoltok, hogy tudnék flörtölni vele? Hát én nem tudok tanácsot adni, mivel nem voltak olyan csajai, mint Mia. Mutasd meg, hogy milyen erős vagy, milyen menő vagy, azonnal belét fog szeretni. Igen, pontosan, megmutatom neki, hogy milyen erős vagyok, kösz is kacok a tanácsot. Szívesen. A francba ez valami vicc, elhoztam a kis kedvencem, mert ő a kutyájával jött. Blondi, annyi, hogy a te kutyád nem igazi, kicsit gyerekes. Ja, szerezd magadnak egy igazi élő kutyát. Igen, szerezd magadnak egy kutyát, könnyű ezt mondani, eddig mindenki hallgatott rám, amíg nem jött el a kutyájával. Blondi, oké, esetleg menjünk, edzésünk van. Blondi, ne legyél ideges, talán jövőre már te leszel a legvagányabb csaj. Nem, Joyce, én most leszek a legvagányabb a suliban, szóval el kell lopnunk Diana kutyáját.
Blondi, mi? Nem erre jelentkeztünk. Blondi, csinálj valamit nélkülünk. Most elhagytok engem? Nem, csajszik. Együtt lopjuk el Diana kutyáját. Szóval, skacok, ma tesztünk van. Legyetek óvatosak. Szóval, Tommy, tedd el a telód. Oké. Okay. Hello, Mike tanár úr! Ma van egy újoncunk, Bunny. Velünk lesz az órán. Diana, inkább hoztál volna elefántot. Nem állatkertben vagyunk, hanem suliban. Szóval Bunny megvár a folyosón. Támogatom, Mike tanár úr! Mike tanár úr, de Bunny nem szól bele. Csendben ül. Nem szabad magára hagyni a folyosón. Diana, elmondtam mindent. Bunny kimegy a folyosóra. A fenébe. Bunny, Mike tanár úr nem szereti az állatokat. Na, azt, hogy mit csináljak? Diana, nem tudom. Diana, ha szeretnéd, akkor én kiadjam a tesztet és vigyázok Bunnyra. Nem, Dima, köszi. Ne hagyd ki a tesztet. Mike tanár úr, mindjárt visszajövök. Diana, nem kell visszajönni. Szegény kutya félni fog a folyosón. És mindez Mike tanár hibája. Bunnykám, bejutsz az öltözőbe, oké? Ez nem az én hibám, Mike tanár úr hibája. Hát nem tudom, úgy látszik bejössz nekem, de furi vagy. Agyalnom kell. Mia, bíz bennem, ki tudok állni érte? Nagyon erős vagyok. Nem zavarok? Úgymond zavar. Barbie jött be. Röviden, a lényegre térek. Értem, hogy itt a szerelmed, de tudnál vigyázni Bunny kutyámra? Csak most van egy tesztem, és Mike tanár úr nem engedi, hogy bent üljön velem. Diana, meddig vigyázzunk rá? Mi nem leszünk itt dadusok. Egy óra, amíg tart a tesztírás. Oké, gyerünk. Köszi. Hát akkor ennyi, Bunny hercegnőm, ne unatkozz, mindjárt jövök is, érted? Na, már végig gondoltad? Mi vagyok én, számítógép, sokáig agyalok. És tudok sokáig várni, ezért várok. Ó, Istenem, milyen kézbesítő vagy. Nyuszi, olyan cuki vagy. Rány gyorsan, még Mark tanár nem lát. Laila, ez önálló munka, nem pedig a barátok megsegítése. Mike tanár úr, ez nem az, aminek látszik, csak úgy tűnt. Laila, nézd, különben lepontozlak téged és a barátodat. Oké, elnézést. Mike tanár úr, visszatértem. Diana, hol voltál? Az óra már 10 perce tart. Mike tanár úr, ott hagytam Bunnyt egy nyugis helyen, nem tudtam magára hagyni. Diana! Mi van? Tesztet kell írnom, tudnál nem hozzám érni? Diana, most írtam le az összes választ neked. Dima, komolyan? Oké, akkor add ide. Tessék. Szóval a skacok, akik írtak tesztet, beadhatják nekem a munkákat és mehetnek a kávézóba. Mike tanárról tudna adni egy támpontot? Tommy, semmi nyom. Igen, csak gyorsan be akarom fejezni a tesztet. Edzés után meg enni akarok. Gondolkodj, Tommy. A francba, mikor lesz vége az órának? Nem jelentkeztem arra, hogy baby csűsz legyek. Mia, veszek neked kakaót, veszek neked ajándékot. Ha együtt leszünk, akkor megvédelek. Figyú, ha olyan kedves vagy, akkor védj nekem egy forró csokit. Gyerünk. Ja, menjünk, és a kutya? Hagyd itt, iszunk egy kis forró csokit, gyere és hozd le! Oké. Figyú, Nyuszi, ülj ide, mi a forró csokit szeretne, jövünk és összeszedünk. Mia, gyerünk! Nyuszi, mindjárt visszajövünk. Hát csajok, gyorsan ki kell találnunk, hogy lopjuk el a kutyát. Hát a Blondi, Diana mindig a kezében viszi. Csajok, amúgy nem mindig viszi a kezében. Bunny, milyen cuki vagy. Kuki, bocsi, többet nem lesz rá szükségem. Istenem, milyen cuki vagy. Én vagyok az új szeretőt. Blondinak hívnak. Blondi, de Diana fel fogja ismerni a kutyáját és elviszi. Igen, erre nem gondoltunk. Csajok, én mindent átgondoltam. Befestjük zöldre a fülét. Nyuszi volt, de majd béka lesz. A fenébe, Blondi, ez elég rizikós. Hívás, menjünk! Diana, begyük a kávézóba. Nem, Knopa, el kell vennem Bunnyt. Hol vagy, Nyuszi? Az öltöző mögött. Bunny! Diana már megírta a tesztet. A francba. Csak arra kértelek, hogy ne menj sehova, hanem ülj itt Bunnyval. Gyerünk! Dima! Igen, világos zöld leszek. Diana, mi történt? Dima, hagyj békén, most nincs időm rád. Nem kellett volna rájuk bízni. Knopa, nem volt más választásom. Röviden. Oké, és gyerünk. Meg kell találnom Miát és talizmánt.
Dima, miről dumáltál Dianával? Semmiről, csak kérdezd, hogy mi történt. Dima, többet ne Dianától kérdezd, hogy mi történt. Tőlem kell megkérdezned. Oké, értettem. Ice, készíts valami finomat, rossz kedvem van. Mi történt? Szerintem rosszul írtam meg a tesztet. Világos, meg kell innod a kakaómat és a májavacukromat. Ez a forró csoki olyan finom, esetleg még egyet? Semmi gond. Ice, csinálj egy forró csokit a barátnőmnek. Áj, az egy dolog, hogy forró csokival kedveskedsz nekem, de az nem azt jelenti, hogy a barátnőd vagyok. Oké, értettem, lassan gondolkozol, várok még egy picit. Kabala? Mia? Szerintem arra kértelek meg titeket, hogy üljetek az öltözőhöz közel a kutyámmal, Bunnyval. Hol van? Ha kell, akkor gondolkozom. Diana, Nyuszi az öltözőben van. Kezdődik. Mia? Bunny nincs az öltözőben. Hol van a kutyám? Csajok, Mike tanárról elmondta teszt eredményeit, annyira aggódok. Ne aggódj, itt a kakaó. Ryan, most nincs időnk az eredményekre. Mia, hol van az én kutyám? Hogy hagyhattál magára egy kis kutyát? És te, Kabala, nem ezt vártam tőled. Diana, bocsi, de valahogy muszáj volt rendezni a magánéletemet. Meghívott egy forró csokira, és mondta, hogy úgysem történik vele semmi. Srácok, tartsátok a csipiszt, hogy megtaláljam Bunnyt. Diana, gyerünk, ez üres duma, meg kell keresnünk a kutyát. Vegyük és kérdezzük körbe, lehet, hogy a kosarazók látták. Hát, Brovaszti, Diana elveszítette a kis kedvencét. Hát csak nem kéne elhagynia őt. Brovaszti, ha adsz nekem egy ilyen kis kutyust, akkor egy percre sem hagyom egyedül. Csacok, hogy tehettétek? Ez egy pici kis lény. Te meg átvetted, és aztán elhagytad a kutyát. Figyú, hagyd minket békén. Hadd vigy a Diana lényét, és nézegesse. Csajok, tartsátok az ajtót. Blondi, tartjuk. Csajok, most kezdődik az óra, és nekünk gyorsan be kell fejeznünk, hogy senki se lásson meg minket. Kis béka, bemutatom neked a örcsögömet. Milyen békák, még nem festetted át a fülét. De jó, átsorogni és tartani az ajtót. Tarts ki, ez most már a mi kis kabalánk. A francba, csajok, mi van, ha valaki véletlen kinyitotta az ajtót, és aztán egyedül kiszabadult a városba? Diana, ne gondolj rosszra, tuti megtaláljuk. Kostya! Miért kiabáltok így? Mi van? Figyú, Kostya, láttál ilyen kis kutyát fejret és bolyhosat? Rózsaszín fülekkel. Csajok, Kostya tudja, hogy hogy néz ki a kutyusom. Kostya, Bunny elment. Nem, Diana, nem láttam. Szóval minek hangos kocit? Javítom a teszteket. Mike tanár úr, ön miatt... Mike tanár úr, Bunny eltűnt. Diana, hát hova tűnhetett el a suliból? Lehet, hogy elfutott valahova, szóval ne kiabálj. Köszönöm, Mike tanár úr, nem ezt vártam öntől. Szóval velünk minden perc értékes. Menjünk és kérdezzük meg a kosarasokat. Lehet, hogy látták vagy elvitték. Diana, megtaláljuk Nyuszi. Diana, ha látok egy kutyát, akkor hívlak. Skacok, menjünk a kávézóba, nagyon fáradt vagyok és szeretnék enni. Fiúk! Láttátok Nyuszit? Eltűnt! Smiley, eltűnt az én Bunnym! Hé, bébi, minek hoztad Bunnyt a suliba? Most nem ez a kérdés, kérdeztük tőled valamit, láttad Nyuszit? Smiley, lehet, hogy soha többé nem látom Bunnyt! Nem, egész nap a konditeremben voltunk, nem mentünk sehova. Diana, ne aggódj, lehet, hogy itt futkos valahol a suliban. Nem, Tomi, nem futkos a suliban, a csajokkal már átnéztük az egész sulit. Diana, talált valakit, akire rábízza a kutyáját, Talizmánt és Mia. Bébi, ne legyél ideges, ha olyan van, akkor veszek neked egy kutyát. Nem, köszi Smiley, nekem Bunny kell. Voltál a második emeleten? Smiley, láttad Bunnyt? Ő ilyen. Sose jutott volna fel a második emeletre. Diana, mindenki éhes. Mi megyünk a kávézóba, aztán majd folytatjuk a keresést. Támogatom. Béri, most nincs időnk enni. Tudjátok mit, ha akartok, akkor menjetek a kávézóba és egyetek. Nekem meg kell találnom a kutyámat. Bébi, én veled vagyok. Oké, srácok, le vagyok döbbenve. Bunnynak nyoma veszett. Nagyon bízok benne, hogy még ma megtaláljuk. Lájkoljatok minket, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok meg a csengőt, hogy le ne maradjatok az új részekről. Na, hello. Sziasztok! Sziasztok! Röviden, skacok, és lényegre törően. Értem, hogy szeretet lakozik bennetek, de kérlek, vigyázzatok az én Bunny kutyámra. Csak ezt mondta Mike tanár úr. Ön mit mondott? Laila, nézd, mert ha nem, akkor kevés pontszámot adok neked és a barátodnak. Nice, készíts valami finomat, nem tudom, olyan rossz kedvem van. Aj, hogy van tovább? Srácok? Hát Brovaszti, Diana elvesztette a kis kedvencét. Csak ne hagyja előt. Brovaszti, ha adsz nekem egy ilyen kutyát, akkor egy pillanatra sem hagyom magára. Mm.
Brovasti, Diana elveszítette a kis kedvencét. Csak ne hagyja előtt. Brovasti, ha adsz nekem egy ilyen kis kutyát, akkor egy pillanatra sem hagyom magára.